109 ezer adag RORV vakcinát osztott ki az egészségügyi minisztérium a megyei közegészségügyi igazgatóságoknak. Az oltóanyagot 4 hónapos várakozás után kapták meg, de még ez a mennyiség sem fedezi a szükségletet. Februártól hiánycikk volt a megyei közegészségügyi igazgatóságok készletén a RORV vakcina, amely a rózsahimlő, a mumps és a kanyaró ellen biztosít védettséget. Az egészségügyi tárca pénteken 109 ezer adagot osztott ki, de már most nyilvánvaló, hogy ez korán sem lesz elegendő. Maros megyében például 128 igazolt kanyaros megbetegedést tartanak nyilván, és még sok a beoltatlan gyerek, mondja Stélián Karagia úr. A Maros megyei közegészségügyi igazgatóság 2630 adag oltóanyagot kapott pénteken. Mi már aznap elkezdtük a vakcinák kiosztását a családorvosi rendelőknek, és ma is folytatjuk ezt. Reméljük, hogy még kapunk oltóanyagot, hiszen a nyilvántartásunkban pénteken hozzávetőlegesen 5000 gyerek szerepelt, akik még nem kapták meg az oltást, úgyhogy amennyit kaptunk, csak a felét fedezi a szükségletnek. Az egészségügyi tárca illetékesei szerint a következő napokban további 300 ezer adagnyi róróoltás érkezik az országba, amely elegendő az idei szükséglet lefedésére. Az oltási törvény tervezete előírja, hogy a jelenlegi súlyos helyzet elkerülése érdekében legalább 6 hónapra elegendő oltóanyag tartalék legyen minden raktáron az országban. A kanyarójárvány ugyanis idén már 26 halálos áldozatot követelt.